Azt szeretném, hogy úgy tekintsenek rám, mint Fazekas Gergő, és ne úgy, mint Fazekas Nándor fia. Ezt mondta az M1-nek a 18 éves irányító, akinek néhány napja nagy álma vált valóra azzal, hogy leigazolta a Telekom Veszprém. A magyar kézilabdázás egyik legnagyobb tehetsége a következő két szezonban még kölcsönben játszik egy Bajnokok Ligájában is szereplő külföldi együttesben. A 237-szeres válogatott kapus Fazekas Nándor fia Gergő sorsa nagyjából eleve elrendeltetett. Igaz, nem a kapusposzt tetszett meg a klasszis fiának, de kétség kívül a sportág már egészen kicsiként rabul ejtette. Amikor kint játszott Németországban, a Gummersbachban, akkor mindig mentem vele a ovi után az edzésekre, és edzés után ott maradtam lőni vagy vele, vagy a játékos társaival. Amint hazaértünk a lakásba, volt egy kis szívas kézikapunk, az volt az első, hogy otthon gyakoroltam. Amikor hazajöttünk Veszprémbe, akkor az Éles Józsi nyitott ezt a kézi sulit, az volt az első dolog, hogy én beiratkoztam, és itt folytattam a kézilabdát. Mindig lépcsőfokat ugrott, sőt, nem is egyet, hanem kettőt is, hiszen mikor 7 éves volt, akkor 9 évesek között játszott. 9 éves volt, már 12 évesek között. Ugyanez volt a serdülő válogatottban, már az ifjúban játszott. Ifjúból már a juniorban, de már most még épp, hogy felkerült a juniorban, de már a felnőtt válogatottban is kapott meg. Tehát ő mindig előrébb tartott, mert mindig voltak céljai, mindig törekvő volt. Én erre nagyon büszke vagyok, és úgy látom, hogy mondani egyszer, hogy jó irányba halad, és remélem, hogy ezt nem is fogja megállítani egészen a Veszprémig és a magyar válogatottig. Annó, amikor még kis szivacskéziztem, vagy egyes kettes labdával kézlabdáztunk, kint volt apa a meccseimen. A meccs után jöttünk haza, mentünk haza egyből, tehát olyan viták voltak a kocsiba. Már kevésbé, már szerintem ő is, meg én is tudjuk, hogy mikor és hogyan kell megbeszélni ezeket a dolgokat, de mai napig persze segít, ha nem is feltétlenül szakmai dolgokba, de ott van, ugyanúgy támogat. Gergő álma vált valóra, Nándit pedig óriási büszkeséggel tölti el az, hogy néhány napja a Veszprém bejelentette, leigazolja a fiát. Gyerekkorról óta visszamenőleg láttam már a Geribe azt, hogy benne vannak a dolgok, hisz már a szivas kézilabda korábban is fanatikus volt, és már akkor is elhatározott ember volt, hogy milyen céljai vannak. Én ezt végigkövettem, láttam. Én nagyon örültem a Telekom Veszprémnek a meghívásának, vagy a felkérésének. A Gergő is minden álma ez volt, nagyon régóta erről beszélt, hogy egyszer a veszprémi közönség előtt és ebben a nagy arénában szeretne játszani. Persze azért ez a kellemes teher, ez mindig egy picit nehéz az ember számára, így apaként, hogy mikor tesz jót a gyerekkel. Én úgy gondolom, hogy jó úton jár, megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle, és remélem, hogy ha mire oda kerül, akkor olyan játékos lesz, aki hasznos tagja lehet majd a csapatnak. Bármilyen megkeresésünk volt az elmúlt években, mi ketten azonnal egyeztettünk, hogy nekem mi lenne a legjobb döntésem a jövővel kapcsolatosan. Úgy, ahogy apa is elmondta, nekem az egy gyerekkori álmom volt, vált valóra. Hiszen amikor apa itt játszott a Veszprémben és az első Bajnokok Ligája meccsén kint voltam, már akkor megragadott ez a közönség, ez az aréna, ez a klub. És én akkor eldöntöttem magamban, hogy igenis Telekom Veszprém játékos szeretnék majd egyszer lenni. Hát ez most sikerült és nagyszerű érzés. Gergő imádja a kézilabdát. Édesapja szerint már most szinte minden tud a sportágról, ám védekezésben még bőven van mit fejlődnie. Ami a fejében van, az hihetetlen. Tehát maga a kézilabdáról, az támadásban minden. Védekezésben benne van, de ott még javulnia kell. Támadásban meg is tudja valósítani. Mindig beszélnek róla, hogy még egy pár kiló kell. Igen, persze, tudok én olyan játékos, aki nincs ennyi kiló se, és mégis világklasszis játékos, de igen, ahhoz, hogy mi azt szeretnénk, hogy egy komoly védekező támadó játékos legyen, igenis majd kell rá egy pár kiló. Viszont 18 éves, nem szabad ezt hirtelen gyorsan rátenni, mert akkor mondjuk akár le is lassíthatnánk. Tehát ő neki még van ideje arra is, hogy szép lassan hízogasson, és ugyanez a gyorssága megmaradjon, de én úgy gondolom a védekezésben még mindenféleképpen fejlődnie kell és erősödnie. Egy édesapja nyomdokain elinduló gyermek érvényesülése nem könnyű feladat, ugyanakkor a két Fazekas nem összekeverendő. Az, hogy apa ilyen jó játékos volt, ezt úgy gondolom, hogy az élet során jó kezeltem. Nagyon büszke vagyok rá, de ezt mindig is elmondtam, hogy az én saját karrieremet nem szeretném összekeverni az övével. Én mindig is azt szeretném, hogy egyszer a nézők úgy tekintsenek rám, mint Fazekas Gergő, és ne úgy ismerjenek az emberek, mint Fazekas Nándor fiát. A Veszprém két évre kölcsön adja a fiatal irányítót. Gergő azt mondja, neki a spanyol stílus fekszik.
Amikor felkerültem ebbe a felnőtt csapatba, itt a Fehérvár Veszprém Tombol Csaba irányítása alá, ezt a spanyol szisztémát játsszuk, és ez a döntésünkben nagyon fontos szerepet játszik, hogy egy olyan csapatba kerüljek külföldön, ahol ugyanez a szisztémát csináljuk. Azon belül is persze van hova fejlődni, új dolgokat tanulni, és úgy gondoltuk, hogy ez most a legjobb döntés, hogy jövőre külföldön folytatom. Igazából én tanulni megyek ki a következő két évben. Ami az erősségem, az még jobban erős, ami a gyengeségem, ott meg felzárkozni. Ugyanúgy, ahogy apa elmondta, ez a nyelv, az új kultúra, új emberek, új város. Nagyon kíváncsian várom, és amikor két év után hazatérek Veszprémbe, úgy szeretnék hazatérni, hogy egy kész játékos leszek. Nem hiába igazolták le, azért már valamilyen szinten látnak benne potenciált, de azért nem csak tanítani viszik oda, hanem azért elvárások is lesznek felé, tehát azért lesz nyomás rajta rendesen. Ez egy új kihívás lesz az életemben, ez természetes dolog szerintem, hogy fiatalként oda kerülsz egy nagyobb szintű csapathoz, ott meg kell küzdeni a helyét. Ezzel leszek minden nap, amikor majd kimegyek, hogy megdolgozzak a helyér és a játékperceket. Fejlődni, fejlődni és fejlődni. Így foglalhatnánk össze Gergő következő két évét. A klubváltás persze elsőre biztos, hogy óriási kihívás lesz. Ugyanakkor a következő állomás egyelőre nem publikus. Mindenben van persze fejlődési lehetőség. Vannak őnek is pár lövésfajta, ami nagyon-nagyon jó, vannak olyan lövésfajták, amikben elég keveset használja, pedig az is ott van, csak azokat kevesebbet veszi elő. Ezeket majd megint az edzőknek a döntése, meg a kérése az, hogy ezeket is vegye elő, ezeket is gyakorolja, hogy még színesebb legyen. Már 15. évemet töltjük itt a családdal, 13. évemet csinálom itt a kézisulival, biztos nagyon furul lesz, mivel itt kisbabaként lettem egy érett felnőtt ember, de jól állok ez az egész dologhoz, nagyon várom, és nagyon kíváncsi vagyok az új városra, új emberekre, új kultúrára, új csapatra. Nem lehet róla beszélni, mert a klub szeretné már ezt bejelenteni, mikor eljön az ideje. Olyan csapatban szeretnénk, ahol játszik, tehát nem a kispadra megy, ahol nem az van, hogy 60 percet ott is kilugozva, de megkapja a lehetőséget olyan edző, aki szeretné, tehát aki mindenáron bízik benne, és azt mondja, hogy már pedig én őt akarom, mert az azt jelenti, hogy ha egy edző akar egy játékost, akkor ő be is fogja bizonyítani, hogy az, amiért odajött az a játékos, az olyan szintű játékos is. Most a Gergőben ezt látták, ő remélem, hogy ő meg is fogja ezt hálálni, ezt a bizalmat, és hogyha mind a kettő oldalról tökéletesen fog működni, akkor tényleg elindul az a fejlődés ebbe az irányba.